vagy a meló. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nem kéne így beszélnem. Na, hát a helyzet az, basszus, a helyzet az az, hogy itt van Christopher. Hajó. És ugye én most voltam nyaralni, amit az előző videóban mondtam, és Görögország egyik szigetén voltunk. Azért van ez, mert basszus, nem tudok beszélni most már normálisan, mert mindig így beszélek. Szóval, Görögország egyik szigetén voltunk, Korfun, és összegyűjtöttem nektek, hogy mennyi az a pénz, amit el kellett költeni 4 főre, familyvel, és semmi nagyzolással. Mert hogy egyébként majd azért mondok árakat, és be fogsz pisilni, meg ti is. Szóval szerintem vágjunk bele, kedves Christopher, és mesélek is majd, hogy milyen Korfun, egyáltalán ajánlom-e, vagy ilyesmi. Kezdjük, mi kell először? Christopher, ez egy... Repülőjegy. Nagyon jó, minden fel van írva. 4 főre oda-vissza Ryanair-re mentünk. Úgy van, hogy ugye a Ryanair az általában ilyen fapados. Tehát, hogy ott nem kapsz bőröndnek helyet, nem tudsz feladni ilyesmit. Ezt külön kell venni. Mi úgy csináltuk, hogy vettünk 2-t, és akkor 4-en bele tudtunk pakolni. És hát az a helyzet, hogy azon kívül csak ilyen hátizsákot vihettünk mindenki egyet magával így a kezébe. Na, így lett a repülőjegy, 90 000 forint per fő, oda-vissza összesen. Tehát ez, nem tudom, hogy ez jónak számít. Szerintem azért nyilván vannak olyanok, hogy kifogsz valami akciót, ugye? És akkor elmész valami picsa pénzért. Csak hát nyilvánvalóan olyankor mi van, pont nem jó az. Tehát azért össze kell itt 3 embernek is a szabját egyeztetni, azért az nem olyan egyszerű. Tehát ez 360 000 forint összesen. Most ezt te kiszámoltad komolyan? Nem? Csak annyit láttam, hogy írtam, vagy mondtam, hogy 90, már pötyögtél. Szóval ez 360 000-ről indulsz. Biztosítást én kötöttem, Netrisken. 12 000 volt összesen 4 főre, amiben benne van minden. Tudom, hogy EU, tehát lehetne itt az EU-s egészségkártyás valamit mókulni, csak ugye ott azért az nem egy biztosítás, tehát ott egy olyan ellátást kapsz, amit amúgy is megkapnál itthon. Tehát én azt gondolom, ezt a 12 000-t, ez a 3 000 forint per fő, most ez megéri. Bármi van, tehát lábtörés, akkor valami több 100 000 forintot kapsz, mert ugye na, érted, szóval igen, és akkor hát a szállás, na itt egészen 220 000 forinttól van szállás Korfun 5 éjszakára, 4 főre 3 millióig, nagyjából. Na már most én előre foglaltam, és így sikerült jó magyar létemre a legolcsóbbat kiválasztani 228 000 forintért. De tök jó volt. Tehát, hogy annyi, hogy nyilván nem tengerpart, mert hogyha tengerparton akarsz, akkor 500 000-600 000 forint, köszönöm szépen. De ugye úgy voltunk vele, hogy úgyis megyünk össze-vissza, ez egy viszonylag könnyen bejárható sziget, lesz még erről szó. Úgyhogy tudsz ott menni össze-vissza. Szóval 228, ebben nincsen benne kaja, nincs benne semmi, ez Korfu belvárosában volt. Igazából tipikusan görögök laknak ott, tehát nem egy ilyen turista övezet. Jó volt, úgyse voltunk ott sokat, légkondi volt, azt ennyi. Az mindegy, hogy egy nappal előtte nem értem el a kedves szállásadót, sőt, amikor leszálltam a gépről, még akkor sem. Majd amikor vártuk a bőröndöket, akkor hívott, hogy hát merre vagytok, ugye? Tehát, hogy így indultunk neki a dolgoknak. Na de, aztán ugye mi kell? Úgy voltunk vele, hogy lehet, nem is kéne autót bérelni. Mert ugye minek? Egy sziget. De, hát a közlekedés, azt mondta mindenki, hogy busz az, vagy jön, vagy nem. Na, azt erre alapozzál úgy, hogy az időjárás ott ilyen 36 fok és 70%-os páratartalom. Úgyhogy az olyan, hogy kimész az utcára, és
már. Tehát ott olyat, hogy öltöny, ink, teljesen felesleges, mert annak annyi. Úgyhogy igen, béreltünk autót. Na most annyi, hogy nem 5 napra, vagy 5, hát ja, nem 5 napra, hanem 4 napra, mert első nap nem. És így jött az ki, nekem van jogosítványom, és én, hát igen, tehát hogy tulajdonképpen nekem volt jogosítványom, és akkor még pont nem múltam el 25. Mert hogy rá 3 napra voltam 25, tehát még rájött az a kis pótlék is. Aha, igen, a 180 ezer biztosítással együtt az autó, ami egy Jazz. Szóval Hyundai i10. Na most az egy komoly szekér, csak hogy volt benne egy 1000-es motor. És ugye ez nem annyira sík terepám, ez a Korfu, tehát hogy itt vannak komoly hegyek, minden. Volt olyan, ilyen, komolyan ilyen hegy, így kellett felfele menni, és lefele jöttünk, ha jó van, mondom, leértünk. És azt mondtam én mindenkinek a strandon, hogy igazából én nem tudom ám, hogy fogunk mi itt felmenni. Mert konkrétan olyan volt, hogy felnézés, mint gyalog is rohadt nehéz. És mondom, ezzel a szekérrel itt felmenni, de igazából megugrotta. Annyiból volt talán jó, hogy nem fogyasztott túl sokat. Tehát 4 nap alatt, hát megközelítőleg ilyen 20 liter, 17 ezeret fizettem, és a benzintör mennyi volt? 2,1 euró. Na az mennyi? Most akkor volt 3,97 az euró. Kiszámolod-e? 2,1x3,94. 827. 827 forint per liter. Úgyhogy 17 ezeret tankoltam, az talán még így úgymond belefér, hogy nagyon sok mindent bejártunk azzal, mert rengeteg strandon voltunk, mit tudom én, úgyhogy talán megérte. Nyilván örültünk volna, nem annyi lenne. Igen, tehát eddig ott járunk tankolással minden együtt, hogy nagyjából 800 ezer forint, 5 nap, repülőjegy, picsimpöcsöm, mehettünk volna busszal is, mehettünk volna autóval is, csak hát akar a bánat vezetni 17-18 órát, meg ülni. Mert most az a baj, annyit vezetsz, azt akkor mennyit vagy ott? Jó, te tudom, hogy hülye vagy. Hát, elmondhatom. Mondom. Csinált olyat, hogy valaki szólt neki, hogy ki kell menni Németországba. Beült a Peugeot 206-ba. Nem, akkor még Honda volt. Ja, Honda Civic. Honda Civic volt. Beült a Honda Civicbe, ami mondjuk úgy, hogy nem volt már nagyon gyári állapotban. Nem. Nem egy 0 kilométeres autóról beszélünk. Hány órát mentél? Fogalmam sincsen, de úgy, hogy én előtte való nap dolgoztam nagyon sokáig. Igen. Reggel korán keltem, igen. Szintén dolgoztam, és este, ahogy bezártam. Hát egy 10-12 órát azért mentél. Utána indultam. Ja, meg még... Igen, meg onnan is... vissza egyből. Így van. Na, tehát, hogy ne veled foglalkozunk, itt egy átlagos, nem hülye emberről beszélünk. Nyilván nem akar az ember ennyit vezetni. Úgyhogy egyelőre ott tartunk, hogy 800 ezer forint. Hogyha bárki elkezdene nekem itt magyarázni, hogy most mi ez a felvágás, dehogy felvágás, hát 4 főre 800 ezer forint, egy nyaralás, egy nyáron. Én utoljára 4 éve voltam bárhol egyébként. Na mindegy. Oké, következő. Kajálni. Ugye csináltunk olyat is, hogy vettünk boltban cuccokat. Na most ez nem azért van itt mellettem, mert a reggeli kávémat iszom és gondoltam, hogy közben itt nektek olvasgatok, hanem ez azért van, mert hogy ezt Carrefourról hoztam, ez egy ottani Lidlinek az újsága, és akkor majd átnézzük, hogy mi mennyi. A lényeg az, hogy igen, tehát van az, illetve az van, hogy elmész étterembe. Na, étteremben úgy néztünk ki, igazából vagy parthoz mentünk, ahol jól nézett ki minden, vagy belvárosba, ilyesmi. Ott 4 főre kajapia, desszert, sör, bor. Úgy fizettünk 60 és 100 euró között per kaja. Na most az azt jelenti, hogy az 23.600 és 39.400 forint. Szóval értitek, tehát Egy kajálás az ilyen e közé esik. De általában ilyen 65-70 euró. Tehát igen,
Amúgy nem sokkal olcsóbb, ám itthon se. De most tényleg. Csak hát ugye, itthon nem akarsz minden nap menni. Ott meg most minden nap eszed otthon a izét, a szálláson a szendvicset. Nyilván, azért az ember ki akar próbálni ízeket, stb. Ennyibe kerül. Tehát nagyjából így kell számolni. Na most a kiszolgálás igazából sehol nem volt egy... Ja, de volt egy büdös hús. Az egyik helyen büdös volt a húsom. Mármint, hogy a kaja. A csirke. Úgyhogy azt nem ettem meg, de ennyi. Azon kívül mindenhol jó arcok voltak. Ja, meg hogy mindenhol lehet dohányozni. A bent a izébe, az étterembe. Mármint, hogy nem bent, hanem a külső terasz részén. De minden étterembe. Hát azért az egy kicsit olyan... Érted, most mellette desznek, szép ruhában minden, te meg ott pöfögtetsz. Ha nem tetszik, meg üljön be. Oké, persze. Na mindegy, de lehet. Engem ez nem zavar, mert nem, de csak mondom. Következő strand árak. Ugye, mi nagyjából szerintem egy 5 strandon voltunk, ahol fürödtünk is, ebben az 5 napban. A lényeg az az, hogy a gyakorlatilag bejártuk az egész szigetet, és itt úgy néz ki, hogy lemész a strandra, és akkor vannak ilyen napernyők. Meg alatt a két ágy, minden napernyő alatt. Na most az nem úgy van ám, hogy Christopher bácsi oda megy, aztán befoglalom ezt a nyával, azt meg apáik befoglalják, nem. Hát itt úgy van, hogy odajön egyből, ciao, hey, hello, mizu, hogy vagytok? És akkor elkér 7 és 10 euró közötti összeget, amire napig ott tudsz lébecűni. Ami egyébként jó, mert rohadt meleg van. Tehát azt átszámolva ilyen 2700 és 3900, mint hely, amit így ki kell fizetned két főre. Úgyhogy igen, ez így működik itt, minden strandon, minden egyes strandon találkoztunk ilyennel. És ugye általában ezeken a strandokon van kiszolgálás is, tehát ilyen kis bódé, odamész, azt én kértem mindig az alkohol frit helynekemből, mert rohadtul nem volt más, mert én megvezettem. Ja, és ott nem is kell basszus egyébként, ihatsz két sört is, de én úgy voltam vele, nem iszok, mert ki tudja, bármi van. Lehet két sört inni. Tehát valami, nem tudom, 8000-elék, 0-800-elék, mit tudom én, mennyit lehet inni, az két sörnek felel meg. No de, sörök, meg ilyen víz, ilyesmi, 3 és 4 euró. Hát, szerintem a Balatonon is annyiba kerül, ami azt jelenti, hogy ilyen 1100-1500. Azt hiszem, még Balatonon voltunk nyár elején, akkor ilyen 800 forint volt egy helyneken. Ja, fesztivállár. Ja, annyi. Úgyhogy ezek ilyenek. Na most, tengerpart az alapvetően egy szép dolog, én nem szeretem. Mármint, hogy a vizet. Egyrészt a sós, nem tudok mit csinálni magammal, tehát egy sós a víz. Én hülyét kapok tőle. Én a Balatonhoz vagyok szokva. Másrészt a sósság és a hullámzás az úgy nekem úgy pont az, amit én nem akarok. Mert oké, hullámozzon nagyon, csak hogyha sós a víz, a pofádba csattan a víz minden, gyász. Úgyhogy ez van. Nyilván ezt nem mindenki szereti, aki szereti, annak biztos tetszett volna. A víz mindenhol viszonylag meleg volt, meg nem is volt retkes, úgyhogy ez így jó pont volt, de azért volt olyan strand is, ahol nem volt az a rohadt nagy hullámzás, sőt, szinte semmi. Anyámék, hallod, folyamatosan kavicsot szedtek. Ha nem hoztunk haza egy ennyi kavicsot, akkor sem ennyit. Mert ez is szép. Mert nagy eszük első nap rájöttek, hogy hát nem lehet kagylókat szerezni. Mert nem volt kagyló, ami meg volt kagyló, abban meg volt élőlény. Ugye? És hát ráálltak a kavics bizniszre, úgyhogy kavicsokból rengeteget hoztunk, de tényleg egy csomó helyen ilyen szép átlátszó volt a víz, szép tájak. Úgyhogy ja, jó volt, mi van még itt? Árakban szerintem nagyjából ennyi. Szóval szerintem 4 főre jelenleg, hogyha nem is engeded el magad annyira, de azért úgy igen, akkor szerintem ilyen 1 millió forint. 4 főre, ami 250 per fő,
Nagyjából szerintem így jön ki. Nyilván lehet olcsóbb a repjegyet szerezni, szállás szerintem nagyon nem, mert mondom, hogy ez volt a legolcsóbb, és meg is lepődtem, hogy semmi gond nem volt. És a sátrazó? Hol sátrazó? Hát, nincsen ilyen camping rész. De te most 5 napot ott sátrazol? Miért? Azért, mert Christopher ott éjszaka is 30 fok van, és páratartalom olyan, hogy meghalsz. Tehát ott, ha nincs klíma, ott biztos van, aki kibír, én nem. Tehát inkább kifizetem azt a, mit tudom én mennyit. Sátrazó. Hát én nem tudom, én nem hallottam olyat, hogy valaki leszáll a repülőről, és akkor felállítja a sátrat, aztán izé. Bemegy, beviszed a bőröndöt a sátorba. Ha hogy? Hát mit tudom én nem. No! Kocsival mész. Kocsival? Jó, hogy nem már az E10-ben, nem? Tehát nem egy nagy autó. Na, de mindegy, ennyit erről. Amik még voltak. Mindjárt, várjál, hogyha már áraknál vagyunk, akkor ezt nézzük meg szerintem. Na most, azt mondja, hogy például egy fürt szőlő, hát most ez nem tudom mennyi, ez 1 kiló lehet? Hát nincs odaírva semmi. Na mindegy, ez 2,5 euró, az mennyi? Az 1000 forint környéke? Mondjad csak, majd nyugodtan. 1000-es. Oké. Okay. Ami fontos, árgus sör, 24 darabos, 24x2,5 deci. Az 7,85 euró. Hát ez mondjuk azért 24 darab, az azt jelenti, hogy 12 fél literes. 3100. Osztva 12-vel. Hát ez... 257. 257 forint per fél liter. Azért, mert 12-vel osztottuk, nem 24-el. Yeah. Hát ez egyébként ez pofás. Én egyébként a Lidliket nem értem. Magyarországon sincs nagyon hüttő a Lidlikben, amiben innivaló van. Most ugye került be egy itt Fehérváron, ahol van az energiaital. De hogy itt is az ott volt egy Lidli, vagy egy hüttőnben néhány féle ital volt. De olyan, hogy alkoholmentes sör, olyanból nem volt a hüttőben. Tehát, hogy szerintem kevés, főleg egy szigetre, ahol dögmeleg van. Úgyhogy igen, hát van itt kenyér, azt hiszem ez kenyér. 1 euró, 370 grammos kis kenyérke. 1 euró, hát ez akkor 394 forint. Szerintem az egyébként itt real. Mit nézzünk? Nézzünk egy kis kolbászt? Szereted a kolbászt? Hát ezt nyilván nem fogom így mondani. Most mi van? Jaj, te Christopher már hát. 600 gram kálbász, 3,4 euró. Az lenne a otta. Az mennyi? 1400. Hát figyelj, igazából mostanában milyen árak vannak itthon is. Na de, mi az, ami ilyen kontinentális, és esetleg... Nézd meg a vizet. Víz. Nagyon jó. Víz. Azt mondja, hogy 1 euró, 1 euró 10 cent. Azt ott mondja, hogy 6x másfél liter. Azért az... Na bed. Nem tudom, látszik-e belőle valami. Mindegy, tehát annyi. Az... És akkor azt elosztod 6-tal, mennyi? 71 forint? Olcsóbb, mint itt van. Hát igen, mostanában ez, ami itt van, ez gyász. Na, úgyhogy Freeway Cola, az mennyi lehet itthon? Valaki tudja, írja már le. Itt 64 cent. 64 eurócent. 2 literes Freeway Cola. 260. 260 forint? Az pofás. Na, nem tudom, hogy még mit nézzünk még, Christopher. Van macskakaja, 5 darab croissant, azt mondja, hogy 65 eurócent. 5 darab ilyen, hát croissant. 51 forint. Menj már. 51 forintért itt milyen? Jó Istent kapsz, szatyrot se kapsz már. Költözünk le. Költözne a halál, ugyanis, be is zárom ezt az újságot, beszéljünk a közlekedésről. Ott mindenki, bukósisak nélkül, 1000 millió motoros innen-onnan, mindenhonnan előzgetve téged,
mennek előre, mint a barmok. Én engem az zavar egyébként ezekben, hogy amikor a gyerekét vagy a csaját viszi hátul, és semmelyikükön nincsen bukósisak. Érted, hogy ilyen felelőtlennek lenni. És ezek nem 30-al mennek ám. Te hallod, ez úgy rongyol el melletted a 70-es táblánál 90-nel meg 100-zal. Nem is értem. Úgyhogy maga a közlekedés az szerintem szörnyű ott. A tapasztalatokat írjátok le, ha van. Szerintem gyász, úgyhogy én nem költöznék oda. Minden autó körbe van dodgemezve. Tudod, mint hogy egy faltó falig mennének. Tehát az összes műanyag elem, összes izé, nyilván vannak szebb autók is, de a legtöbb a szét van ütve. Atya Isten, szörnyű. Úgyhogy hát ezt én így nem pártolnám. Meg hát nagyon koszosak az utcák is, tehát tele mindenhol szeméttel, eldobálva, mész a tengerpart fele egy ilyen úgymond főúton, ami nyilván nem felel meg semmilyen szempontból uniós főútnak, ha már így belemegyünk szakmailag, és az van, hogy így mindenhol, tiszta retek minden, tehát nem akarsz ott lakni. Sétálsz az utcán, melletted egy 8 kuka, megrakva úgy, hogy igazából el is bújhatnál benne, és ilyen messziről büdös van. Szóval ezt így nem, aztán legális, valamilyen szempontból gondolom legális a fű. Mert hogy a boltokba még betekert jointot is lehet. 3 darab volt a szem, ami van is rólam egy képem valahol. Azt ide belinkelem, vagy megmutatom, mert hogy mondom. Igen, de hogyha ez nem elég, nem csak annyi, hogy betekerve meg tudod venni csárokba is. Azt egy kis gumókat megveszed. Crazy. Elfbárt is lehet venni, vagyis hát olyasmit, mint az elfbár. Úgyhogy mindent lehet venni, a cigi az pedig 3-4 euró. Az annyi. Igen, nagy... Milyen cigi? Hát most mondtam el. Ja, azt nem tudom mennyi. Azt hiszem 12 euró volt a 3 betekert. Nem vettem nyilván, mielőtt megkérdezitek. 1500. 12 euró, te bolond. De elosztottam 3-mal. Ja, elosztottad 3-mal. 1500 per... Aha, értem. Jó, igen. Aztán, ami még van. A boltokban szinte mindegyikben lehet kártyával fizetni. Mi nagyjából euróból, készpénz euróból költöttünk egy 50-70-et. Tehát annyi volt, hogy oké, strandokon most nem tudsz kártyával fizetni, hogy kifizetted az esernyőt. Mindig umbrellát mondtak, napernyőt. Úgyhogy igen, azon kívül szinte mindenhol lehetett kártyával, ami tök jó, mert nem kellett váltogatni zsét. Viszont, ha te bemész a belvárosba, szerintem amúgy ez mindenhol így van, valószínűleg még itthon is. És ilyen turista, bizsus, picsin-pöcsöm hűtőmágneses helyekre mész be, hát ott aztán. Anyámnak kellett egy táska. Ilyen, mit tudom én. Fiszfasz, tudod, ilyen libegő odat, kilengő szar. Bementünk egy táskás boltba, de ami szintén olyan volt, mint hogyha piacon lennél nagyjából, és ott megkérdezte a nő, hogy mit keresünk. Én meg elkövettem azt a hibát, hogy elmondtam, hogy mit keresünk. Mondtam, hogy barna, ilyen női, mit tudom én, milyen táskát. Ó! Hogy ne lenne? Aztán hozta elő, hallod? Olyan telesoppot nyomott le, de hogyha nem volt neki 10, mit tudom én miért más táskája, és hozta, hallod, itt van ez gyönyörű. Anya egyet így megfogott, azt így mutatja a csaj, hogy hát igen, az nagyon jól áll, ezért. Te hallod, én meg ott voltam, hogy te mondom, hogy ezt én mindjárt lerúgom. Mert anya tényleg válogatta a táskákat, ő meg ez a legjobb, ennyibe kerül. Nem is kérdeztük, hogy mennyibe kerül, mert ott volt az ára. Szóval igen, rengeteg hamisítvány van ott. Michael Kors, mit tudom én. Amin a legjobban kiégtem az, hogy még Form 1-es póló hamisítvány is. NBA mezek. De olyan hamisítványok hallott, hogy még nem is jók. Tehát ilyen török, mit tudom én, honnan lehetnek. Van egy videótervem, nem mész véletlen Szabadkára?
menjünk? Hát én nem akarok. Csak menjünk, hogyha esetleg arra járnál, akkor szólj. Tőled kitellik, tehát hogy azért kérdezem. Majd azt mondom. Na mindegy, szóval összességében egyébként ez nyilván egy jó dolog nyaralni. Én nagyon szeretem a repülőket, tehát a repülőutat a Stellabból szeretem, meg repülőket nézni közelről. Instára tettem ki képeket, meg van egy ilyen holiday-es sztori lószarom Instán, úgyhogy aki meg akarja nézni, az megtudja. Úgyhogy igen, nagyjából ez volt, és ennyibe került, úgyhogy aki szeretne, az majd megy. De hogy ott nincs eső? Nincs eső, basszus. Mármint, hogy most nem volt. De semmi, egy felhő nem volt. Azt hittem, hülyét kapok. Én meg, aki szereti a telet, imádom a telet, na mindegy. Úgyhogy összességében épségben hazaértünk, nem volt semmi, úgyhogy ennyi. Köszi szépen, Christopher, hogy végighallgattál te is. Köszönjük, srácok, hogy itt voltatok. Tapasztalatok jöhetnek, hogyha bármit tudtok Korfuról, vagy esetleg más szigetekről, más helyekről, bármi. Gyűjtsük össze, mi van. Most. Szevasztok. Ha tetszett, mondtam már? Nem. Akkor like. Csá. I just gotta get through, cause I feel like taking off.